Az ablakokat már kivették a múzeumfalu bejárati épületének falából, és hamarosan a tetőszerkezet is lekerül. A 688 millió forintos visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást az állam több mint 100 millió forinttal egészítette ki. A bejárati épület eddig szűk volt a látogatók fogadására, ezért a beruházás során megnő az alapterület nagysága, így a belső terek is tágasabbá válnak. Az energetikai korszerűsítés mellett az átépítés a mozgáskorlátozottak számára is kényelmessé teszi a bejutást a múzeumfaluba. A múzeumfalu igazgatója elmondta, a felújítások alatt nem csak a bejárati épület újul meg. Épül egy új raktár, műtárgyraktár igazgatási épületünk, annak a munkálatai előkészítése folyik, a területen több fa volt, amelyet ki kellett vágni, most éppen ez a munkafolyamat zajlik, és megújulnak az áttelepített épületeinknek is a jó része, hiszen a zsindelytetők teljesen átfedésre kerülnek, a zsindelytetős épületek, a nátetős épületeket javítani fogják, és van két szalmatetős épületünk, amelyeken a szalmát teljesen ki kell majd cserélni. Emellett közvilágítást kap az úthálózat, látogatóbarát tájékoztató táblákat helyeznek ki, és olyan eszközöket is beszereznek, mint például az Audio Guide, amelyel a látogatók egyéni tárlatvezetésben vehetnek részt és juthatnak információkhoz. A tervek szerint műtárgymásolatok és ruharekonstrukciók is készülnek, így az április 1-i nyitása valódi időutazásra tudják majd invitálni a múzeumfalu látogatóit.